Szeretettel üdvözlünk mindenkit! 2012-t akár még a free-to-play évének is nevezhetnénk, hiszen egyre másra jöttek ki az olyan címek, amik nem egy nagyobb összeget kértek tőlünk, hanem ügyesen, okosan megkedveltették magukat velünk, hogy aztán később in-game cuccokért húzzák ki belőlünk az eurókat. A választék tehát nagy volt, de akadt pár olyan képviselője is a műfajnak, ami kiemelkedett a többi közül. Így már a futottak még kategóriában is számos egészen korrekt kis free-to-play címet találhatunk műfajtól függetlenül. Lövöldözhetünk a Bullet Run-ban, vagy az általunk is igen kedvelt Blacklight Retribution-ben, de a stratégia szerelmesei is megtalálhatják a számításukat a két évnyi béta után 2012-ben révbe ért Stronghold Kingdoms-ban, vagy éppenséggel a Settlers Online-ban. Na de miután lefutottuk a kötelező köröket, vegyük is szemügyre jelöltjeinket, akik igencsak szép számban gyűltek össze, elvégre is a free-to-play modell világát éljük. Kezdésnek rögtön itt van a sokak által kedvelt Command & Conquer ingyenes változata, a Tiberium Alliances. Talán az elején sokan féltették szegénykét, hiszen mégiscsak egy böngészőben futatható ingyenes stratégiáról beszélünk, de meg kell hagyni, az EA egészen korrekt kis játékot tett le az asztalra. Szinte minden megvan benne, ami a nagy sorozatban is jelen volt, úgyhogy akik azt imádták, azok ezzel is el lehetnek ideig óráig. Szerencsére a fejlesztők is komolyan veszik a dolgokat, ezért sűrűn érkeznek a javítások, és arra is odafigyelnek, hogy aki ingyen játszik, az se nagyon szenvedjen behozhatatlan hátrányt. Lehet, hogy maga a Tribes nem a legkomolyabb nevek közül való, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy az érdekes környezetben játszódó lövöldét rengetegen tolják. Persze, ha csak egy sima FPS lenne, akkor szót se pazarolnánk rá, de így jetpackelhetünk, siklás útján juthatunk el egyik helyről a másikra, miközben az ellen levadászása szinte lehetetlennek tűnik, hiszen eme képességeket a többiek is előszeretettel használják. Az ingyenes FPS-ek jellemzői közül szinte mindegyik felüti a fejét, fegyvervásárlás, fejleszgetés és a többi, szóval aki tud rá időt szánni, az könnyedén beelőzheti a fizetős kuncsaptokat is. A BioWare ambiciózus 2011-ben megjelent MMO-ja, melyet már megjelenés előtt többen WoW-verőnek is kikiáltottak, sajnos nem tudta beteljesíteni, amire rendeltetett, és néhány hónap után kénytelen volt free-to-play formát ölteni. Sokan azzal érvelnek ellene, hogy a játék tulajdonképpen egy egyszemélyes RPG csak másokkal, és ez kicsit igaz is, de erre szükség van azért, hogy a történet magával ragadjon. Természetesen a BioWare féle döntéseket is megkapjuk, úgyhogy egy-egy dolognak többféle kimenetele is lehet, ami egy újabb érv az újrakezdés mellett. Sajnos az endgame content még kicsit fapados, de a srácok igyekeznek tartalommal megtölteni a stáblista utáni részt is, mi pedig bízunk benne, hogy ez mihamarabb sikerül is nekik. Újabb akció jelentkezik be a győzelemért, méghozzá egy mára már kultikus online lövölde folytatása. A Planetside régebben azzal vált híresé, hogy hatalmas pályákon mehettünk az ellen agyára, amit a második részben még inkább megtapasztalhatunk. Képzeljünk el egy hatalmas területet, ami további kisebb részekre, megyékre van bontva, melyek egyenként is akkorák, hogy járművel csak percek alatt juthatunk egyik végéből a másikba. A játékmenet tehát grandiózus, és a csaták is ezen a szinten mozognak, hiszen egyszerre több százan csépelhetik egymást, miközben fejlődnek, új fegyvereket szereznek, vagy éppenséggel járművekkel csapatják. A gépigény mondjuk kicsit elriaszthat egyeseket, de ha megvan a kellő vas, akkor az élmény is garantált. Újabb stratégia porondon, ezúttal azonban már nem a Tiberium a főszereplő, hanem a régmúlt nyersanyagai. Az Age of Empires Online kinézete senkit se téveszem meg, a mesés látvány egy igen komoly valós idejű stratégiát rejt. A sorozat rajongói sok ismerős dologgal találkozhatnak, de a rendszer alapvetően megváltozott. Van egy fővárosunk, ahonnét utazgathatunk ide-oda a küldetések teljesítése céljából, amiket aztán akár még kooperatívban is lenyomhatunk. Megítélésünk szerint a díszabások az Age of Empires Online esetében már nem sikerültek annyira jól, mivel számos egyedi funkció csak befizetés útján érhető el. A Ubisoft a tavalyi E3-on már utalt rá, hogy mostantól kezdve a free-to-play címek nagyobb szerepet kapnak a franciák életében, amire akkor csak legyintettünk, de meg kell hagyni, a srácok igyekeztek, ami a végeredményen is meglátszik. Egyik nagyon jó példa erre a Ghost Recon Online, ami remekül ülteti át ingyenes formába a sorozat által nyújtott taktikusságot. A TPS akciózás közepette természetesen a szintlépések sem maradnak ki, amit ha akarunk, fel is gyorsíthatunk, de szerencsére semmi sem kötelező. Természetesen a jövő harceszközei is felütik a fejüket, úgyhogy a taktikusabb játékmenet és a futurisztikus világok rajongói a Future Soldier-rel kiegészülve tényleg el vannak mostanság kényeztetve.
A Microsoft Flight Simulator rajongói meglátásunk szerint nem valószínű, hogy örömkönnyeket hullattak, mikor meghallották azt a hírt, miszerint a következő epizód egy ingyenes kis repkedés lesz a Hawaii-szigetek felett. A Microsoft Flight-ra átkeresztelt végeredmény azonban már őket is meggyőzte, ráadásként pedig még ingyen is élvezhető, senkit sem kényszerít a fizetésre. Na jó, új küldetések, területek és gépek várják a könnyebben elcsábulókat, az alap két gépes repkedésnél. Az élmény korrekt lett, és még egérrel is könnyedén lehet navigálni a különböző sziklaormok között, azonban újabb tartalmak már nem várhatóak, a fejlesztést leállították, de a szerverek azért továbbra is várják a repkedés szerelmeseit kellemes körülmények között. Újabb FPS van porondon, a korábban pénzes címként beköszönő, de aztán free-to-play-re váltó Gotham City Impostors. A játék kellően agya ment, amolyan Team Fortress 2 stílus, hiszen Batmanek és Jokerek cséperik egymás naposszat, mivel az igaziak éppen nem értek rá. A részletes karakterkreálás remek lett, és a fegyverek terén sincs semmi gond, ráadásul aki ingyen játszik, csak a lassabb fejlődéssel sújtja magát, alapvetően mindent meg tud szerezni egy kis időráfordításával. Még a játékmódok szűkös keresztmetszete és a pályák mennyisége sem képes komolyabban rontani az összképen, főleg, hogy a fejlesztők folyamatosan dolgoznak a javításokon és a bővítéseken. Az ingyenes lövöldékre ácsingózók számára egy nagyon jó alternatíva a Gotham City Impostors, eszement stílusával, fegyvereivel, karaktereivel. És akkor lássuk a győztest, amely nagyot álmodott, fizetősként indult, de nem is olyan régen free-to-play rendszerre váltott. A BioWare MMO-ja, a Star Wars The Old Republic hatalmas elvárásokkal érkezett, de a magasra tett lécet nem tudta átugrani. Az EA nem várt feleslegesen, ingyenessé tette a címet, és bár a megkötések kicsit olykor soknak tűnnek, a történet szabadon élvezhető bármelyik karakterrel. És ezért bizony meg is éri nekivágni, mert a sztori kotori magasságú, amiből nem érdemes kimaradni. Az Electronic Arts nem kevés pénzt tett bele, a BioWare pedig hozta a szakértelmet, így a végeredmény egy minőségi, de még nem tökéletes, azonban egy teljesen ingyenes Star Wars játék, amit mi ennek rendje és módja szerint meg is jutalmazunk. Tehát 2012 legjobb free-to-play, azaz ingyenesen játszható alkotása a Game TV stábja szerint a Star Wars The Old Republic. Kategóriáink elfogyóban vannak, bár talán még pár díjat ki tudunk osztani, de addig is az erő legyen veletek. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!